A Vajdasági Magyar Szövetséghez nagyon sok visszajelzés érkezett a vagyon visszaszármaztatással kapcsolatban. A legtöbb panasz a csereingatlan útján történő földvisszaszármaztatással kapcsolatban volt. A termőföld esetén ugyanis nem kötelező ugyanazt a parcellát visszaszolgáltatni a tulajdonosának, amelyet elvettek. A károsult kaphat hasonló értékű földterületet is, abban az esetben, ha a szóban forgó községben volt tagosítás. Ezt a dokumentációt viszont csak nagyon kevés esetben kapták készhez az igénylők a kataszteri hivataloktól, mondja Varga László, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. Ezért a legfontosabb feladatunk ebben a pillanatban, és az elkövetkező napokban ezügyben lépni is fogunk az, hogy a visszaszármaztatási ügynökség vezetőivel áttekintjük ezt a kérdést, és hogyha úgy látják ők is, és valószínűleg úgy fogják látni, akkor majd meglátjuk persze milyen formában, de mindenképpen vagy képviselői indítványként, vagy valamilyen más úton, de törvénymódosítást kell ebben a kérdésben kezdeményezni. Szerbiában még egy évig fogadják a vagyon visszaszármaztatási kérvényeket. Az országban 4 helyen, Újvidéken, Belgrádban, Kragujevácon és Nizsben veszik át a kérelmeket. A szükséges dokumentációval kapcsolatban és egyéb információkért a CMH irodákban lehet bővebb tájékoztatást kapni.